Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt ül ez a pápa, és mutat egy ilyen dokumentumot. Az lehet, hogy vannak ilyen hivatalos témák, és valamit el kell, hogy intézzen. Ez a pápa esküszik valamire, tehát ő ezen elgondolkozik, hogy mi számára fontos, mire tud esküt hozni, mivel itt megjelenik ezen a kártyán a bíróság is, ez lehet egy vállás, egy bírósági ügy is. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt ezen a képen láthatjuk ezt a kereket. Ez a sors kereke, és ez mozog. Sors döntő fordulatok lesznek. Ez a római 10-es szám is egy új kezdetet mutat. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, ezt mutatja itt Justícia, Istennő, az igazságnak az Istennője. Itt igazságról vagy igazságtalanságokról van szó, ezt közli veletek. Ő nyitott ezekre a beszélgetésekre. Ez a kép gyakran bírósági ügyre utal, az lehet egy vállás is. Ami még fontos ennél a kártyánál, ez a mérleg jelenti a belső egyensúlyt és a párkapcsolatot is. A napi kártya a csokis kártyacsomagból azt jelenti, tégy valamit, amihez kedved van. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Most van egy kedvezmény, a kármikus fordulat 4200 forintért, azt is megrendelhetitek, egy jóslás asztrológiával, és belepillantunk a kármikus témákba. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!